Virágos utcák, felújított önkormányzat, interaktív tárház és lelkes helyiek, ilyen Alsó Mocsolád. Az alig 400 fős település Baranya megye határában fekszik, azonban évről évre képes megújulni. Önálló szennyvíztelepet hoztunk létre, most interaktív tárházat hoztunk létre és működtetünk, erdeiskolát, idős otthont működtetünk, üzemeltetünk. 2010-ben épp ezért kapta meg a Belügyminisztérium és a Vidékfejlesztési Minisztérium falu megújítási díját, és ezért idén ő adott otthont a 2011-es kitüntetettek díjkiosztójának is. A Magyarországi Falu Megújítási Díj először 2005-ben került pályáztatásra, tavaly 12 település érdemelte ki a díjat, köztük az ország legkisebb területű települése, Megyer is. Az elmúlt években gyakorlatilag az egész település megújult, ezért vehette át a polgármester a kitüntetést. Megyer Veszprém megyében található, a településen mindössze 16 állandó lakos él. A romos régi házakat vették meg és építették át az ideköltözők. A cél azon túl, hogy megakadályozzák az elnéptelenedést, az önellátás, mondja a polgármester. Így ebben a csöppfaluban 47 vendégágyat sikerült kialakítani a pályázóknak, és ezek a vendégágyak, illetve a házak körüli munkák, ezek önfenntartóvá tehetik a települést. A falu megújítási mozgalom 1988-ban jött létre, Magyarország alapító tagja volt a szervezetnek. Minden évben azokat a településeket díjazzák, akik példák lehetnek, nem csak hazánkban, Európában is. Végső célja az, hogy valóban összeszedjék magukat, átgondolják a jövőjüket. Mit szeretnének csinálni, megtalálják az ehhez megfelelő eszközöket, megtalálják a partnereket, hogy hosszú távon is fenntarthatóan is fejlődjenek. A Magyarországi Falu Megújítási Díj első helyezését a Pest megyei Új Szilvás kapta a legkiemelkedőbb minőségű megvalósulásáért.